Több mint egy hónapja kezdődött el a 2017-18-as tanév. A diákok már az iskolapadban ülnek, ám vannak iskolák, ahol több pedagógus álláshely is üresen maradt. Ugyanis baj van a szakos ellátottsággal. Az egyik legnagyobb probléma a pedagógus hiány, ezzel nyilván a nézők is tisztában vannak, és ebben mi azt látjuk az egyik alapvetésnek, és próbáljuk is a megoldási utakat keresni, hogy a nyugdíjas korhatárt elért kollégákat mindenképpen vissza kellene foglalkoztatni ahhoz, hogy megnyugtató legyen ez a jelenlegi helyzet. Ebből következik nyilvánvalóan a pedagógusok túlterhelése is, mert a hiányzó kollégákat valamilyen úton módon pótolni kell. Ez semmiképpen nem teszi jót a rendszernek, és főképp nem a gyerekeknek. A szakos ellátottságon szinte minden régióban lenne mit javítani, értettek egyet a pedagógusok az értekezleten. Főként informatika, matematika és fizika szakos tanárból van hiány, de nincs elég gyógypedagógus sem. Igaz, hogy növekszik a pedagógus képzésben résztvevők száma, de addig is gondot jelent, hogy öregszik a pedagógus korfa. A másik probléma a szakszervezet szerint, hogy a tanárok bérét a minimálbérhez kellene igazítani, mert a főiskolai végzettséggel rendelkező friss diplomás pedagógusok nem fognak annyit keresni, mint egy középiskolai végzettséggel bíró pályakezdő. A szervezet ugyanakkor időszerűnek tartja az elindult iskolafejlesztési programot. Az iskolák állapota nagy mértékben hat ugye a munkakörülményekre, gyereknek, felnőttnek egyaránt. Én azt gondolom, ahhoz, hogy a mindennapi testnevelést, a minőségi oktatást meg tudjuk valósítani, ahhoz ezek nélkülözhetetlenek, és az, hogy milyen a gyerek állapota, hogyan érzi magát egy intézményben, az egész tanulására kihat, én azt gondolom, hogy ezek fontos kérdések. A pedagógus szakszervezet továbbra is azt szeretné, hogy a döntéshozók vonják be őket a köznevelést érintő változtatásokba. Hamarosan indul az új nemzeti alaptantervről szóló széles szakmai vita.